Tilinger Sándor neve ismerten cseng a legtöbb dombovári számára. A filmkészítés világából került a fotózáshoz közel, szinte már furcsa, ha fényképezőgép nélkül látjuk az utcán. Hát új Dombovára kezdetek, ugye ez az 50-es évek elejére tevődik vissza. 52-ig, tehát ez egy nagyon rövid időszak volt, de nagyon szépen emlékeim vannak róla. A főutcán laktunk, a 17-es számú házba, ahol a szomszédunk egy nagy családot, több négy generáció lakott egy egyszobás konyhás lakásba, az Ács Leskó család, aminek a történetét az egyik utód, Leskó László újságíró, megírta, sajnos már a Laci se él közöttünk, csodálatos, amit itt javasoltam a városba, és hogy ki kéne adni, és főképp újdombovváriaknak, minden iskolásnak odaadni, mert egy döbbenetes leírás. Tehát itt mondom, hogy Sipos Gyulát emlegetik, hogy Tüskepusztát megírta, hát a Leskó Laci is többet ismerne. Itt azért még hozzátegyem, hogy szerencsés helyzetben voltam, mert olyan társakra találtam, hogy a lakóházára sikerült egy emléktáblát elhelyeztetni, úgyhogy ennek azért örülök. Tehát ott laktunk, majd nagyon szép volt a kor. Első utca csapata, hatodik utca csapata, mentek a rivalizálások, a verekedések, de csodálatos embereket ismertünk meg, a Mód Borbétól, a Delihentes, a Dévai fagylaltos, szóval hadd ne mondjam, és maga az iskolánk is olyan volt, hogy egy csodálatos tanítóbácsira emlékszem az első osztályból, a Kovács tanítóbácsira, aki picit sejpített és kicsit pösze volt, de egy csodálatos ember volt, és itt szabadon megjegyeznem, hogy majd később, már akkor befejeztem az iskolát, és nem tudom milyen okból kifolyólag fel kellett keresnem a Kovács tanítóbácsit, ott laktak az iskola melletti szolgálati lakásban, és amikor bementem, én ledöbbentem. Szóval az a látvány, a konyhának nevezett helyiség a földtől a mennyezeti könyvespolcok, a szoba körül könyvespolcok, az asztalon könyvek halmaza. Hihetetlen volt, szóval egy csodálatos időszak volt. Nagyon szép gyerekkor volt, lejártunk a Kondapatakra fürödni, szóval arról a kórház utcájában például a szelidgesztenyék, vagy a szederfák, hát az csodálatos. Kótgatyába futottunk, és akkor szederre jól raktuk magunkat. Tehát ez egy nagyon szép időszak, onnit lekerültünk a vasútállomásra, mert jó anyám ott lett a postán gondnok. Az a másik időszak, mert az állítólag, ahogy elmesélik, én nem sokra emlékszem, a postások tanítottak meg olvasni. És például mesélik, hogy ott ültem az első vágányon, a vasútin, és mondtam, hogy A csodás és emlékekkel teli gyermekkort nem kevésbé emlékezetes és mozgalmas ifjúkor követte. Sándor éllovasa volt a helyi filmklub megalapításának is. Ezután jött inkább csak a fotózás. Balázsi Gyuszi bácsi, én úgy ismerkedtem meg, hogy 1963 őszén itt a régi műfádban, Koronában hirdettek egy fotószakkört. És akkor már azért úgy érdekelt a fotográfia, elmentem, és ott 8 vagy 10 idős meglett ember, idős bácsi, közé bekerültem egyed ilyen fiatal 16-17 éves gyerekként, hát őt így ismertem meg, és ott kezdtem el a fotografálással foglalkozni, ami aztán 2 év után megszakadt, mert inkább ez a szakkör átalakult filmklubbá, amiből aztán kinőtt az országos hírű dombovári amatőr filmklub. Akkor én is igazából nekiálltam filmezni, egészen 1969-ig, amikor egy ilyen film nem elfogadás, én akkor is megcsinálom kapcsán, akkor azt mondták, jó, akkor 6 hónapra ki vagy zárva a klubból, és akkor vettem a kalapom, és átjöttem a vasutas műfádba, az úgynevezett Vasterba, és ott csináltam Kamera 69 néven egy filmklubot, és jöttek velem utána még fiatalok, amiből aztán kinőtt azért egy eléggé sikeres filmklub, mert 1971-ben például meghívtak Gyulára az amatőrfilmtáborba, ahova
az ország 10 legjobb, ők mondták, legjobb amatőr filmklubjának képviselőjét hívták meg, és ott csináltam egy filmet. Gyulán akkor a kastélyba szociális otthon volt, kis csemetéket neveltek, és a pályázati kiírásban ugye nem szerepelt, de én magán zsebből finanszíroztam az anyagot, és készítettem egy dokumentumfilmet a Mi lesz velük címmel. Ez egy közel 20 perces amatőr film, ami majd rá ősszel megnyerte az első díjat ezen a filmszemlén. És akkor úgy még egy darabig filmezgettem, csináltam Bonyhádon például, mert abban az időben még a 60-as, 70-es években voltak filmes fotós táborok. Bonyhádon, Szekszárdon, Decsen például csináltam Decs település történetét, András Falfi Beltalannak a tanulmánya adta az alapötletet. Bonyhádon a főtér szomszédságában lakott egy Mihálkovics János nevű kosárfonó, akiről szintén egy nagyon szép filmet csináltam, a kosárfonástól, a vesszőtől a vásári árusításig, úgyhogy voltak ilyenek, és volt még ez a későbbi időszakban, amikor egy zömébeli néprajzi filmeket foglalkoztam, és volt egy Káposzta savanyítás című film, amit hát nem tudom, hogy elmondhatom, mert nyilvánosság előtt azért nem mondtam el, de talán a magyar amatőrfilm történetében ez volt az az egy film, amit úgy mondom, hogy más neve alatt került. Ugyanis amikor én eljöttem a vasutas szakkörből, tehát leforgattam ezt az anyagot. Én voltam az operatőre, nejem írta a forgatókönyvet egyéb, de a teljes alapanyagot maradt a Vasterban, amikor én eljöttem onnét. És ez pár év múlva három jó ember megfogta, módosítottak rajta egy kicsit, és beadták a pályázatot, és megnyerte az első díjat. A fotós megszámlálhatatlan fotópályázaton szerepelt már, és valószínűleg fog is még. Neve országos körökben is ismert. Csak néhány díjat emelt ki, amire igazán büszke. Az első az ugye ilyen házi pályázat volt szakkörön belül, ahol olyan fotót készítettem, ami lent a Szigeterdőben, a Kossuth szobor darabokba voltak még elhelyezve, és hát oda szívesen jártam le fotózni egyedül is, aztán a barátnőmmel, aki most a feleségem, ő volt a fotóalany, nagyon sok fotó készült, és ott azok közül az egyik fotó az a házi pályázaton nyert díjat. Aztán ez a kép úgy eltűnt, itt a költözködések meg egyéb folyamán, és akkor pár éve előkerült, úgyhogy egy könyvben megtaláltuk, ami azóta aztán szerepel is a horvai féle Kossuth anyagban, tehát ez mondom az első. Az első, amit sikeresnek mondhatok, az a megyei tanács díját nyerte, ez a Csonka Sándor dombovári festőről már elhunyt, készült egy portré, az volt. És onnétől kezdve aztán elkezdtem szépen, amikor jöttek a pályázatok, dolgozni rá, hisz azokban az években még könnyen el lehetett jutni fotós alkotótáborokba. Itt gondolok a szegedi táborra, gyulai táborra, Csöti Dombováron, és aztán sikerült megszervezni egy tábort. Az akkori Tolna megyei fotóklub vezetője, jó emlékű Kenderesi Tibor bácsi révén, szóval ez egy nagyon szép időszak volt. És akkor onnétől kezdtünk országos pályázatokra képeket, néprajzi pályázatra, vagy Gyulán, ami híres, de sajnos megszűnt, a Székely Ladár fotópályázat, Dunaújvárosban az ifjú munkás fotópályázat. Például arról most találtam meg egy dokumentumfotót, hogy ott a kiállítás megnyitom fényképet, hogy ott van az én képen is, ezek most kerülgetnek így elő. Tehát így elkezdtem fotópályázatni, és azt mondom, hogy a mai napig is küldök pályázatokra képeket. Itt megkérdezhetik, hogy és ebben most mi a jó? Hát hogy mondjam, biztos, hogy nagyképűségnek tűnne, de például, hogyha valaki verset ír,
és a fiókba teszi, akkor mi értelme van? Most, és a fotósoknak is ezt mondom, szóval próbáld egy kicsit úgy, most nem azt mondom, hogy internetet el kell árasztani ilyen életlen, meg mit tudom én milyen fotókkal, de azért ez számít, mert amikor 1600 fotó beérkezik 70-80 alkotótól, és abból kiállítanak akár 60-at, és közte van a képem, akkor azt mondom, hogy azért már megérte. Megmondom őszintén, hogy már a technika része ennyi időskorban különösképpen nem érdekel. Tehát a gépi technika része már nem érdekel. Annyiba érdekel, hogy a telefonnak készített fényképet, egy-két képet látva, meg abban is, amikor elkezdtek fotózni, az érdekelt, hogy ez vajon hogy mutatna nagyba. És amikor a kis vőm készített Pesten egy fotót fönt a várból, és mondta neki, hogy adjad ide már nekem a negát, csináltatok bele egy 30-40-es fotót. És ledöbbentem fönt a várból, a villamos, ahogy haladt, azon is olvasható volt, és akkor kezdett egyszerűen, nem igaz, szóval akkor minek kellett a nagy dög masina, meg minden, és hát akkor tavaly vettem egy kicsit, már régi telefonom tönkre, mint akkor vettem egy fokkal jobbat, és azóta már igazán azzal kezdek el inkább fényképezkedni, tehát a technika így érdekel, különösképpen már nem. Volt egy időszak, amikor igen, nagyon bent voltam, és itt a technikához annyit legyen szabad hozzámondani, hogy voltak a kiállítások, hogy azért most egy picit ugyan nyugvóponton van, hogy a fotóhoz kapcsolódóan gyűjtök. És szerencsés helyzetbe kerültem, mert nagyon sok felajánlást kaptam Dombóváról, sőt, komplett labort is, például nagyítógéptől kezdve minden, és amikor az 50 éves fotós, úgymond évfordulót tartottam a műfázban, akkor egy olyan kiállítást csináltam, amivel többen meglepődtek, hogy nem csak fotók voltak kint, hanem a technika is. Ott rengeteg, tehát a komplett labor, a videós időszakomból, a filmes időszakomból, a vetítőgép, a vágógép, és szóval ezek úgy, és akkor jöttek és néztek, jé, mi van itt? Mi számít szépnek? És milyen a jó fotó? Ez mindenkit érdekel, aki fényképezett már életében. Mi a jó fotó? Nem tudom. Én úgy veszem, és nekem azt tűnik jó fotónak, és itt elsősorban ugye a fekete-fehérre mondom, mert a színes az nem az én világom. Van egy-két képen, de nem az én. Van díjazott képen is például színes kategóriában, de nem az én. Fekete-fehér. Szóval én azt igazán. Én azt tartom jónak, aminek a maga kompozíciója, tehát megvan szépen határozva felépítésébe is, tónusaiba is. Szóval azt mondom, ez igen. Szóval vannak fotók, amire azt mondom, ez igen, ez meg van csinálva. Én mindig azt mondtam, hogy a fényképész az, és ennek van alapja is, aki szakmunkás vizsgát tett. Hisz ő olyan papírt kap, hogy fényképész szakmunkás. Nekem ilyen nincs. És ezért még találok régi négyjegykártyát, most már nem divat, de ez így ment nagyon sokáig, hogy fotóamatőr. És ez mindig így volt, hogy én fotóamatőr vagyok. És több helyről jött, hogy fotóművész. Mondom, nem, ez más, az egy más kategória. Szeretek fotózni, igyekszem jó fotókat csinálni. Tehát ez a választó, hogy most fotós vagy fényképész, aztán ugye egy pár éve meg gondolkodóba estem, mert itt a Markovics Magdi meghívott egy beszélgetésre, és ő úgy vezette fel, hogy a fényképész, és megmagyarázta, hogy mi. És akkor mondtam, Magdi, igazad van, akkor én is ezután azt mondom, hogy fényképész vagyok. Sándor neve évtizedekig olvasható volt a Tolnai Népújságban. Külsősként rengeteg fotója jelent meg a lapban. Ő vezette be az úgynevezett hangulatfotókat. Egy véletlen folytán, mikor nagyon sokat fotóztam a Tízbizottságnak. Itt Dombóváron is, a megyének is nagyon sokat fotóztam. És akkor meghívtak, hogy a megyei ifjúsági napokon egy verseny, szavaló, ének, meg egyéb ilyen kultúra és vetélkedő van, na azon én csináltam fotókat,
Az akkori kedvenc újság sajnos meghalt, a Tamási János, megkért, hogy ne adnék egy-két fotót, mert leközölnék az újság. Persze. Tehát innét indult, és utána voltak rá felkérések. Nagyon jó időszak volt, már csak azért is, és ilyen halom anyagból lehet visszatekinteni, hogy, és túlzás nélkül mondhatom, hogy talán én voltam a népújság külsős, mert én ugye nem főállásban voltam, munka mellett csináltam, aki elkezdtem az úgynevezett hangulatfotókat adni a népújságnak. Tehát addig ment ugye a protokoll munka, TSZ, politika, pártelvtársak, és én kezdtem el úgynevezett hangulatfotókat küldeni, ami például lehetne belőle mutatni sokat, például itt a busz megállóba a perorra kitettek egy kukát, valakit. És akkor én úgy lefotóztam, hova néz címmel. És az, akkor ez úgy tetszett, és így kezdtem el felépíteni nagyon sokat. Például szemetes kuka lent a szigeterdőbe. Még az a hagyományos ilyen féloldalas kuka. Tavasz volt, lefestették őket. Gyönyörűen, padokat, minden lefestették. Igen ám, megvan dokumentálva. Igen ám, de a kukának az alja ki volt rohadva. Tehát beledobták a szemetet, az alul kiesett. Aztán lefestették a, hát az még betontámlás pad volt, lefestették, de ülőke nem volt. És hát úgy párba, hogy de minek? Tilinger Sándor családja is kicsit megfertőződött ezzel a hobbival. Unokája díjakat is nyert már. A család az van, szerencsére van, ugye nejem, ő szintén nyugdíjas, ő szülésznő, végig a, így dolgozott szülésznőként, és két lányom van, a nagyobbikat Pesten van, matek fizika szakos tanár, ott van három csemete, úgymond, hiszen a nagyobbik már másodéves egyetemista. A következő fiú az most érettségizik, de ahogy információ megvan, már szerencsés helyzetben van, mert úgy néz ki, hogy felvették Amsterdamba az egyetemre. Ugyanis ő két alkalommal tagja volt a magyar, nem is tudom, hogy pontos neve, tudományos diák csapatnak, mert a diák, nemzetközi diák olimpián mindkét alkalommal ezüstérmesek lettek. Tehát ott az ottani kisebbik az most végzi a második középiskolát, hát itt a dombóvári lányom pedig egy fő egészségügy is, úgyhogy itt van két csemete, a nagylány az most harmadikos középiskolás, az öccse az első éves középiskolás, mind a ketten Pécsen a Nagy Lajosba néprajszakon tesznek, vesznek. Hogy ők a fotózással hogy vannak, hát alkalomattán fotózgatnak, az itteni dombóvári legkisebb fiú unokán, aki, hát mivel itt van, azért valamennyit tudtunk közösen tenni-venni, ő megnyert egy helyi fotópályázatot általános iskolásba, és két éve pedig egy országos fotópályázaton szintén első díjat nyert. S végül a tapasztalt fotós jó tanácsa. Fotózzunk sokat, de figyeljünk arra, mely képeinket osztjuk meg másokkal az interneten.